Itt a szekszárdi strand öltözőjében hagyta el autókulcsát egy német állampolgárságú férfi még 2017 nyarán. A slusszkulcsot megtalálta az akkor 14 éves elkövető két társával együtt, majd az autót átkutatva 500 000 forintot, 200 eurót és 22 000 forint értékű cigarettát vittek el onnan. A pénzt elosztották maguk között, majd az egyik helyi áruházban még aznap el is költötték ruhákra, cipőkre, iPhone-ra, televízióra. Az eredetileg hétfős Mandának nem ez volt az első megmozdulása. Rendszeresen járták a várost, és hol biciklit, hol motort, hol nyári gumit, máskor fát vagy éppen fémhulladékot loptak el, még el nem kapták őket a rendőrök. A lopásokat rendszerint az akkor mindössze 14 éves gyermekotthonban élő fiú ötölte ki. A szekszárdi járásbíróság most hozott ítéletet az ügyükben. A szekszárdi járásbíróság a fiatalkorú elsőrendű vádlottat kétrendbeli lopás vétsége, ötrendbeli lopás büntette, valamint tetleges becsületsértés vétsége miatt halmazati büntetésül egy év fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság megállapította továbbá azt is, hogy a fiatalkorú vádlott a próbaidő tartam alatt pártfogó felügyelet alatt áll. A szekszárdi járásbíróság a lopásban résztvevő másodrendű vádlottat 8 hónap fiatalkorúak fogházára ítélte, a szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. A 600 000 forintos lopásban szintén résztvevő hetedrendű vádlottat pedig 1 év 6 hónapra próbára bocsátotta. Az ítélet nem jogerős, mivel ellene az ügyészség fellebbezett. Az első rendű vádlottal szemben az ügyészség javító intézeti nevelés elrendelésére tett indítványt.